Kedves nézőink, folytassuk is a délelőttet. Következő vendégem a Hován Gábor, illetve Böröndi Bence színészekkel, a Budaörsi Latinovics színháztól. Isten hozott benneteket, szervusztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Közben a hangom az viszont már kezd elmenni, de az nem probléma. Itt a Budaörsi Latinovics színháztól pont, ha jól tudom, előző hétvégén, február 26-án került bemutatásra ez a... Ugye ez egy film adaptáció került színpadra minden bizonnyal, ugye a Vadászat címmel. Mi az, ami ennek a történetnek talán egyfajta, ha lehet mondani, egy kuriózuma, egy érdekesség, ami azt gondolom, hogy a többi színházi előadástól mégiscsak elszakad? Hát ez tulajdonképpen egy látszólag egy pedofíliával foglalkozó történet, legalábbis abból indul ki, de igazából ez csak az alapját adja, és ez egy kezdeti mozgatórugója a történetnek, amiből aztán kinyit és szertág az egy szövevényes dráma. Egy kis közösségen belül közeli barátok és családok és kollégák, illetve egy vadász egylet mindennapjaink keresztül mutatja be. Ugye ez itt, ha jól tudom, egy dán kisváros vagy egy kis faluban játszódik? Így van, igen. Ugye itt láthattuk itt az elmúlt években azért itt ennek kvázi egy elég erős aktualitása itt van Magyarországon és szerte a világon. Ez volt egyébként a rendező nőnek, ugye Pelső Cirékának is a szándéka, hogy hú, de jó lenne ezzel a témával foglalkozni. Ez abszolút foglalkoztatta ez őt, hogy milyen az, amikor egy ilyen ügy kapcsán az emberek nem tudják, hogy kinek higgyenek, vagy hogy nincsenek kibeszélve a dolgok, vagy hogy egy olyan példát bemutatni, amikor ugye alaptalan a vád maga, ami ezt az óvóbácsit, hiszen egy óvóbácsit. Akkor itt pontosan ez történik, hogy ez egy alaptalan vád. Igen, egy alaptalan vád, egy gyermeki csípből indul ez egész, egy kislány sértődöttségéből, és hogy jut el mégis egy közösség oda, hogy már majdnem halálba kergeti ezt az embert, mert hogy nem tudja megismerni a másik oldalt, vagy nem tud neki hinni, vagy szóval teljesen egy ilyen szűk látásmódot képvisel egy ilyen kis közösség, és azonnal elkezdik kilökni magából ezt az óvóbácsit, aki ellen ez a vád felmerült. Ugye ez a téma, így lehet mondani, ezért a társadalomban előjön, de mégiscsak egyfajta tabu téma. Ugye az, amikor egy ilyen megbélyegzésre sor kerül, és láttunk itt eseteket az elmúlt hónapokban, Egyesült Államokban például, amikor bármilyen oknál fogva, de tényleg valaki megbélyegzésre megbélyegeznek, azért az elég nehéz utána ebből az egészből kijönni, talán az egész életére ott marad vele ez a fajta bélyeg, vagy ez a kis skatujába tevés. Megpróbál egyébként ez a színdarab megoldást találni erre a konfliktusra? Nyitva hagyja ezt a kérdést, tehát nem zárul egyértelműen a történet. Tulajdonképpen azt az érzetet kelti, hogy a közösségben benne marad ez az érzet, és nem tudják elengedni. Miután már valamelyest kiderült, hogy igaztalanul vádolták őt, ők maguk sem tudják elengedni ezt a gondolatot. Ti szerepetek egyébként micsoda? Mit játszotok a darabban benne? Én játszom benne Lukászt. Akkor ez a főszereplő. Igen, akit megvádolnak. Akit megvádolnak, igen, ezzel az a dologgal. Én pedig a vádló, azaz a kislánynak az édesapja vagyok, Teó, aki nem mellesleg ennek az embernek az egyik legjobb barátja gyerekkorból. Tehát, hogy ez egy... És sokat beszéltünk az utóbbi időben, meg nyilván a munka során ezt nagyon sokat elemeztük, megpróbáltunk a mélyére ásni, de tehát itt az, hogy egy nagyon közeli emberről van szó, de mégiscsak a kislányom állítja ezt a vádat, és hát így innentől indulnak a bonyodalmak, meg borul fel az egész viszonyrendszer, meg meginog minden körülöttünk. Szerintem pontosan kb. Egy évvel ezelőtt olvastam Márai Sándornak a Gyertyák Csonkigéknek című könyvét, ami nagyon hasonló ebből a szempontból, hogy ott egy hölgy ugye, ennek a halála kapcsán itt két barát elég komolyan összekap egymással. És ezt a fajta barátságot sem sikerül akkor megmenteni tulajdonképpen a darab végére. Hát úgy csinálunk talán, mintha majd tovább lehetne lépni, de hogy az előbb is utaltatok rá, inkább az van, hogy bár ugyan kiderül róla, hogy ártatlan, de hogy valószínűleg nem tud úgy tovább menni az ember, hogy ez ne hagyjon nyomot, vagy szóval sem már semmi nem lesz ugyanúgy.
Itt szerintem a szereplők olyan mélyre mennek, és annyira messzire mennek egymás vádaskodásával kapcsolatban, vagy amit egymásnak mondanak, amik kiderülnek, olyan dolgok jönnek felszínre, hogy szerintem azon már nem lehet túllépni, tehát azt már nem lehet elfelejteni, hogy mit mondtál nekem, vagy tehát új dolgokat ismerünk meg a másikból, bármennyire is. Ez egy régi barátság, ezek mind olyan dolgok, amik új dolgok. Amikor a rendezőnő lefordította ezt a darabot és előrukkolt ezzel az ötlettel, akkor egyébként nyitottak voltatok felé, mert mégiscsak egy megosztó témáról beszélünk, azért ez egy nehéz téma, azért ebben nehéz feltételezem, nehéz játszani. Igen, nagyon, nagyon nehéz az anyag. Korábban már kettő évvel előtte már dolgoztunk a Pelsőci Rékával ugyancsak a Születésnap című drámában, amit ugyancsak ez a rendező készített egy filmet erről. És végül is ez annak a közös munkának egy bizonyos folytatása. Ami ugyanennyire mély téma, csak ott a másik oldal van megmutatva, ott az van, hogy tudunk egy bűnösről, akiről hallgatunk, és az apukáról derül ki, hogy bizony a gyermekeit kiskorú, amikor kicsik voltak, akkor ténylegesen bántalmazta, abuzálta őket. Elég hasonló, csak pontosan. Tehát, hogy ebben kezdtük, tehát, hogy igazából nem lepett meg minket, mert ismerjük a Rékát, hogy egy ilyen témához nyúlt, és hogy újból velünk. Tehát volt már ennek... vagy van közös múltunk ez ügyben, úgyhogy nem lepődtünk meg. De hát ez nem jelenti azt, hogy a próba folyamat során természetesen ne küzdöttünk volna ezeknek a lelki mélységeknek a kibontásával. Igen, egyébként itt én mindig meg szoktam mit kérdezni, hogyha idejönnek a stúdióba a színészek, hogy a próba alatt, a próbák alatt, előadás alatt sikerül utána kijönni ezekből a szerepekből? Különösen, hogyha mondjuk egy jó, tényleg pozitív szerepről, vidám szerepről beszélünk, akkor abból mondjuk úgy nem mindig akarunk kijönni. Aztán persze lehet, hogy a halálba kergetjük a családtagjainkat, hogyha ilyen nagyon túl vidám, túlságosan, nem is tudom, tényleg ilyen már-már hiperaktív maradunk. De mondjuk egy ilyen helyzetben ebből azért feltételezem nehéz sokszor kijönni, vagy nehéz otthagyni. Hát eleve a folyamatos gondolkodás rajta, hogy a mindennapos gondolkodás az mindenképpen rajta hagyja a nyomát a hétköznapokon is. Tehát ez mindenképpen egy hangulatot ad. De azt, hogy ezt mi, legalábbis én, nekem az a tapasztalatom, hogy ezt a próbákon, vagy éppen a már később az előadásokon ezt egy jó lendülettel, egy igazi valós mélységgel ki tudom adni, akkor ez valamelyest egy megszabadulás, egy felszabadulást okoz bennem, annak az érzete, hogy ez megtörtént bennem. Néhány éve vagyunk ugye itt nagy botrányok után, ugye nem csak a színházban, a sportélet, igazából a társadalom minden terén különböző botrányok voltak. Szerintetek ma ennek a szindrómának mondjuk mi az aktualitása itt néhány évvel ezután a botrányok után? Mi lehet akár a fő üzenete? Hát tulajdonképpen már önmagában én jónak gondolom azt, hogy erről lehet beszélni, vagy hogy visszacsatolva a beszélgetés erejére, hogy ezt a kuriózumát, ezt a szót használtad, hogy kuriózum, hogy talán pont az a kuriózuma ennek, hogy bemer egy színház vállalni egy olyan témát, amiről nagyon rosszul beszélünk, vagy nagyon keveset merünk róla beszélni, és szerintem ez függetlenül attól egyébként, hogy mennyi minden hasonló ügyet görget a társadalom így maga előtt, hogy egyáltalán hallgassunk meg oldalakat, beszéljünk tisztán, merjünk ilyen nagyon érzékeny tiszta dolgokról kommunikálni egymás között, szóval, és hogy ne egyfelé lássunk sose. Szerintem ez már elindít, ha valami ilyesmit elindít az emberben, vagy olyasmit, hogy közösség részeként hogyan lök ki magából valakit, és akkor az jól tette, vagy nem, vagy tényleg bűnös valaki, vagy tényleg nem. Szóval, hogyha ezekkel merünk jobban foglalkozni az életben, ha már azt egy kicsit elindítja az emberekben, akkor talán már.
Jó, itt említettétek, hogy ugye a darab egy nyitott kérdést hagy, tehát nem zárja le, nem oldja meg ezt a konfliktust. Nem tudom, hogy volt egyébként itt a bemutató, itt a 26. bemutató után egy közönség találkozó, vagy valamilyen kis megbeszélés? Még erre nem volt alkalom, nem, közönség találkozóra nem. Nem. Pont az előadásról most vannak ugye itt képeink is, itt a bemutató előadásról, vagy lehet, hogy ez még a próba folyamatról. Itt egy rengeteg, akkor szerintem ti vagytok a felnőttek, de rengeteg kisgyermek is játszik. Igen. Ez mit jelent, hány évesek egyébként ezek a színésztársak? Hát ilyen 8-10 évesek, de amúgy ilyen 5-6 éveseket játszanak körülbelül. A szerepek szerint 5-6 évesek. Akkor ez egy nagy öröm velük együtt próbálni, gondolom. És biztosan nagy kihívás is sokszor. Igen, hát különböző személyiségek, ők maguk is teljesen szabadon léteznek, nagyon jó velük dolgozni. Itt a nézőitek esetleg küldtek nektek akár személyes visszajelzéseket itt az első előadás után, a bemutató előadás után? Beszélgettünk. Még csak beszélgettünk az ismerősökkel, igen, szakmai és akár baráti, családi ismerősökkel. Mi volt az ő de kritika már jelent meg róla, igen. De sok olyan visszajelzés érkezett, ezt merem mondani már bátran, ami azt erősíti, hogy egy igazán olyan előadás lett, ami behúzza az embert, és egy kicsit lélegzett visszafolytva lehet ezt az előadást nézni, amikor már nagyon beindul. Legalábbis kaptunk néhány ilyet, úgyhogy merem mondani, hogy jók voltak az általános visszajelzés, jó volt. Igen, ez inkább mindig nagy kérdés, hogy az ember akkor most a színházba szórakozni jár, nyilván lehet mind a kettő is, vagy inkább azért, hogy tényleg ott valami történjen. Az valami olyan történjen, ami aztán ő ott gondolhatja, mert haza lehet úgy is menni egy színdarabra, hogy akkor azt 5 perc múlva is felejtem át, mert esetleg egy filmről is, ugye ez egy film adaptáció. Igen. Egyébként a filmből mennyire próbáltam még a rendezőnő elszakadni? Nem tudom, hogy láttátok egyébként a filmet? Igen. Hát ez tulajdonképpen egy filmből készült színpadi mű, amit David Farr írt, és abból fordította Felső Ciréka. Tehát már eleve ez a mű, amit írt, ez eltér a filmtől. Kicsit jobban kifejt bizonyos dolgokat, vannak, amik más helyszínen játszódnak, tehát... Nem teljesen ugyanaz, mint a filmnek a forgatókönyve. Lesz még egyébként ennek a... Nyilván most ilyen bemutató előadás után itt minden héten vannak előadások, vagy akkor hetente akár többször is, itt a hétvégén, vagy hétközben. Ez most ilyen nálunk úgy szokott lenni, hogy bemutató után, meg játszottunk múlt hét vasárnap is, és akkor most egy 2 hét múlva lesz a következő. Tehát ilyen havi 2-t megy nálunk egy előadás, miután így bemutattuk általában. Igen. Tehát ez most legközelebb majd 12-én és 26-án fogjuk játszani. Van most még olyan színdarab, amire már egyébként készültök? Ezen kívül, vagy akár próba folyamatok, vagy olvasópróba elkezdődött, ami tudjátok, hogy hát majd akár lehet már itt mondani a nézőknek, hogy egy készüljenek már, hogy ez az előadás is lesz. Még csak most fog majd elkezdődni egy újabb bemutató, két hét múlva. Igen, az majd májusi bemutató lesz, a Katarina Blum elvesztett tisztessége. És az lesz a következő, de hát egyébként van, nem tudom, nem akarok pontos számokat mondani, de 8-9 repertoáron lévő előadás, tehát, és még a születésnap is megy, tehát ha valaki a Dán témát, ebben az évadban még mindenképpen játsszuk. De vannak könnyebb hangvételű előadások is természetesen, szóval... Akkor születésnap, vadászat, és akkor a vadászat az még egyszer március 12-én, akkor ez legközelebb levetítése kerül. Hát Hován Gábornak is, és Bőröndi Mercének is megköszönöm, hogy itt voltatok velünk, és bízunk benne, hogy további előadások is jók lesznek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.